Wiedemann Bernadett. A moson-magyaróvári születésű mezzoszoprán közel 3 évtizede az opera társulatának tagja. Liszt-díjjal, Lovagkereszttel és több Artisius-díjjal is kitüntetett művész. A színpad mellett oktat is. Most lássuk, mit tanulhatunk róla, illetve tőle, Alfától operáig. Maszk vagy sál? Maszk. Vajon hány liter kézfertőtlenítőt használtál el 2020-ban? Úgy érzem, hogy nagyon sokat. Még az autómat is állandóan lefertőtlenítettem. A kormányt, a sebváltót, mindent. Milyen hosszú volt a leghosszabb hang, amit tartanod kellett, vagy forgásod? Hú, hát ha nagyon jól visszagondolok, akkor erre nem tudok válaszolni, hiszen olyan hosszú volt, ameddig tartanom kellett, tehát időben nem tudom. Kitől örökölted a legjobb tulajdonságodat? Azt hiszem, hogy az édesapámtól, meg az édesanyámtól, meg a nagymamámtól. Melyik a kedvenc ünneped? A karácsony. Melyik volt az eddigi legjobb ajándék, amit kaptál? A kisfiam születése. A legnagyobb ajándék. Hol túrázol szívesen az országban? A hegyeket sokkal jobban kedvelem, mint a vizeket, úgyhogy a hegységekben. Tanulnál-e jelnyelvet? Igen, szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberekkel is megértessük magunkat, akivel másképpen nem lehet. Mi a legkedvesebb tárgyad a lakásban? Nagyon sok kedvenc tárgyam van a lakásban, szeretem az aranyszínű dolgokat. Hát nagyon sok mindent tudnék felsorolni, de például a zongorámat nagyon szeretem. Milyen érzés, amikor téged ünnepel a közönség? Hát egyszerűen fantasztikus. Igazából nem is mondható el, hogy milyen adrenalint érez, és milyen örömöt érez akkor, és elismerést az ember. Fantasztikus. Melyik a kedvenc budapesti hidad? A Szabadsághíd tetszik a legjobban, de az Erzsébet hidat használom a legtöbbet. Fehér bor vagy vörös bor? Télen vörös, nyáron fehér. Ha valamit megmenthetnél az Erkelből a színház közelgő felújítása előtt, mi lenne az? Erkelből megmenteni valamit? Hát most így hirtelen semmi nem jut az eszembe. Nem tudom. Mit teszel az egészséged védelmében? Próbálok egészséges ételeket enni, próbálok minden nap jogázni egy kicsit, megfelelő mennyiség alvás és sok víz. Rámernél-e állni a befagyott Balatonra? Hát fiatalon ráálltam a befagyott Balatonra, most már azt hiszem, hogy ezt nem tenném meg. Kitől örökölted a legrosszabb tulajdonságodat? Mi is az? Júj! A legrosszabb tulajdonságom? Az, hogy hirtelen kimondom azt, amit jobb lenne, ha meggondolnám, és nem mondanám ki, de ezt nem tudom, hogy kitől örökölhettem. Szerintem senkitől. Duna vagy Tisza? Duna. Melyik a legfurcsább nyelv, amelyen énekeltél, vagy amelyet hallottál? A legfurcsább nyelv, amelyen énekeltem, az arab, és amit hallottam, hát a kínai az elég furcsának tűnik. Mi a kedvenc magyaros ételed? Paprikás krumpli. És az összes többi, ami magyaros étel, nagyon szeretem a magyaros ételeket. Könnyen tájékozódsz, vagy mindig elveszel? Mindenhova GPS-szel megyek, még ide az Eiffel csarnokba, az operába is elveszek. Mi a kedvenc képzőművészeti stílusod, kedvenc alkotód? Hát Van Gogh képeit nagyon szeretem.